Feltámadásig, a mennybe menetelik, a Szentlélek elküldéséig. Szent Háromság vasárnapja van. Hogy engednénk, hogy igazán megérintene bennünket ez a titok, akkor Isten képünk nagyot tudna változni. Hadd idézzem ide, tegnap voltam 55 éves osztálytalálkozón, történelem tanárunknak bölcsességét, aki mikor a törökökről beszéltünk, hogy a muszlimoknak akkor csak a törökök voltak, mondta, ez 67-ben lehetett, fiúk, jegyezzétek meg, a muszlimok istene Allah, abszolút egy, Fátum. És az Isten Fátum, ott az ember fanatikus. A mi Istenünk közösség. Ezért a keresztény ember másikra figyelő ember. Nagy bölcsesség volt, és az ember még tudja, nem tudom, 50-hány év után is ezt a bölcsességet, de akkor még nem volt semmiféle muszlim veszély, nem gondoltunk ilyenre. Igen. A Szent Háromságot ünnepeljük, aki felénk lépő Isten, aki közösség. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom mindenható Istennek, hogy sokszor és sokat mit kezdtem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Christus.
könyörögjünk. Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket. És ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyisten imádjuk. Ami Úrunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez. Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak. Attól a naptól kezdve, hogy Isten ember teremtett a földre. Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogyan te hallottad, és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből, megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogyan az Úr, a ti istenetek veletek tette Egyiptomban, a szemetek láttára. Tudd meg hát, és vésd szívedbe, hogy fönn az égben, és lenn a földön az Úr az Isten, senki más. Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utána gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre. Ez az Isten igéje. Az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Sziklaszilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti. Telve van a föld az Úr irgalmával. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Az Úr szavára lett a mennybolt, szája lehelletére a csillagok ezrei meglettek itt, mert csak szólt és meglettek, parancsolt és létrejöttek. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Az Isten félőkre ügyel az Úr szeme,
akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Az Úrra hagyatkozik lelkünk, ő a segítünk, és ő a mi oltalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így, Abba, Atya! A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társ örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek, tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap
a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, az embernek eszébe jut a gyerekkori hittanórák, a katekizmus válasza, az Isten mindig volt, mindig van, mindig lesz, örökké való, Isten senki nem látta, az egy Isten Atya, Fiú és Szentlélek. Gyerekként nem sokra mentünk velük ezekkel a meghatározásokkal, bár igazak. A mai igeliturgia egy más istenképet mutat be, egy élő, eleven Istent, aki nem elvont, nem a barokk időknek kőbe faragott, nagyon személytelen, kapcsolat nélküli világa, hanem egészen más. Első olvasmány. Amit hallottunk itt a bevezetőben is már, ezzel kezdődik, kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre. Vajon az ég egyik sarkától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett hallani hasonlót? Mi van e mögött a mondat mögött? A könyv keletkezésének idején az ember egyre többet kezdett foglalkozni a teremtett világgal. És hogy megismerték a teremtett világot, a különböző valóságokat, akkor elkezdték megszemélyesíteni a különböző természeti jelenségek mögé egy-egy istenséget helyezni. És az Ószövetségnek ez a könyve azt mondja, nézz körül a világba. A világ egyik sarkától a másikig. Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Nincs több Isten. A teremtett világ egy Istentől származik. Így próbálja megóvni a könyv a zsidóságot a több istenhittől. Egyiptomba hemzsegtek már az istenek. Pogány népekkel találkoztak, hemzsegtek az istenek. És a Mózes könyve nagyon ragaszkodik, az az Isten egy, nincs több Isten. Kutasd a régi időket. És akkor tovább folytatja a gondolatsort. Van-e, volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy a népét kivezesse egy másik nép köréből? Az Isten az, aki szabaddá tesz, aki vezeti az embert, ha engedi. Egy Isten van, mondja az első olvasmány, aki képes szabaddá tenni bennünket, aki kész vezetni minket. Testvérek, el lehet hagyni az Istent, látjuk, mi történik, nagy összevisszaság keletkezik.
ha az ember ráhagyja magát Isten vezetésére, engedi, hogy szabaddá legyen, akkor szabad lesz. Olyan szép János evangélistának a mondata, az igazság szabaddá tesz titeket. Azok az emberek, akik lődörögnek egyik ideológiától a másikig, egyik valláspótléktől a másikig, azok éppen a szabadságukat veszítik el. Egy Isten van, aki szabaddá tesz és vezet. És még valamit mond ki Istenről ez az ősi szöveg. Azt mondja, a végén, hogy van-e még egy Isten, aki szól hozzá az emberhez? Éppen nem talál meg a sor, de nem baj. De az Isten szól az emberhez. Nincs távol tőle. Csak ahhoz, hogy a szabadságát, vezetését élvezhessük, az a szavára is oda kell figyelni. Ezt mondja az Ószövetség. Ilyen tiszta Isten képe van már. Isten egy, szabaddá tesz, vezet és szól hozzánk. A Szent Lecke, rómaiakhoz írt levél, tovább fokozza az Isten képnek a sajátosságait. Azt mondja, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így, Abba, Atya. Az Isten, a keresztségre utal Pál, a fogadott fiúság lelkét adta nekünk. Ugye a fiúk van, testvérek lettünk. És így szólíthatjuk, Abba, Atya. Nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a fogadott fiúság lelkét. Így szólíthatjuk Istent, Abba, Atya. Nagyon sajátos Isten kép. Már az, hogy szabaddá tesz, hogy vezet, hogy szól hozzánk, ez is nagy. Egy felénk forduló Isten. Nem egy elvont, tőlünk távol lévő Isten. Isten szívünkbe állszotta a fogadott fiúság lelkét, és azt kiáltjuk feléje, Abba, Atyánk. És tovább folytatja. Ez az Isten, elvontnak látunk sokszor, a lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, örökösei, Istennek örökösei, Krisztusnak társ örökösei. De az Isten, akit atyának szólíthatunk, ennyire közel enged magához bennünket, belevon a saját életébe, a fiúnak, akinek testvérei vagyunk, a fiúval együtt társ örökösök vagyunk Isten világából. De azért valamit, amit nem szeretünk meghallani, hozzátesz még Pál.
Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Jézus Urunk a kereszten átment, át a Atya dicsőségébe. Testvérek, a szenvedés mindegyikünk életének társa. Nem azt jelenti, hogy nincs Isten. Ugye, ünnepeltük mennybe menetelt 2 héttel ezelőtt, ül az Atyának jobbján. Társ örökösök vagyunk. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell szenvednünk olykor. Ez is benne van. Szent Háromság titkába. Krisztus sorsába való osztozkodás. És a Máté evangéliumot olvastuk ma, a mennybe menetel előtti Jézus szerepel itten, amikor fölviszi őket a hegyre, meglátják az apostolok, és leborulnak előtte. Mit kezdjünk a Szent Háromságos Istennel? Azt mondja, leborulnak előtte, vagyis imádják. Akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy én kaptam meg minden hatalmat a mennyben és a földön, most menjetek, hallottuk az egyik bevezetőben is, tanúskodni a Szent Háromságos Istenről. Leborulni előtte, hirdetni az egy Isten és három személy valóságát, és egy záró szava van az evangéliumnak, abban a bizonyosságban élni, hogy veletek vagyok. Ez a mai ige liturgiának a valósága. Tehát tényleg az egzisztenciánkat érintő valóság a Szent Háromság titka. Mind a három olvasmány erről szól, hogy felénk lépő Isten, velünk lévő Isten, bennünk lévő Isten, a Szent Háromságos Isten, aki abba, Atya, aki velünk van, miközben járjuk a mindennapok útjait. Amen. Hiszek egy Istenben mindenható. Testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a fiú testvérei, a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát a fiú által, a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. A Szent Háromság egy Istent dicsőítsék életükkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében megkeresztelt emberek. Kérünk téged, hallgass meg minket! A Szent Háromság egységének titka, vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérünk téged, hallgass meg minket!
A Szent Háromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szent Lélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által szented meg felajánlott adományainkat, és tígy minket általuk neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a szent élekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy. Nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényekben.
Így, amit isteni szavadra, dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényekben, egyetlen fennségben. Ezt dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerubi és szeráf kórusok, kik örökké éneklik és együtt zengjük. Szent Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László és Tibor püspökeinkkel, valamint az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, valamint az összes megholtakról, akik kegyelmet találtak nálad, és bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon,
hogy Isten anyjával a boldogságot szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Remete Szent Pállal, Boldog Özsébbel, Szent Imre herceggel, és minden szenttel együtt, akik előtted kezdettől fogva kedvesek voltak, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyán, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste üdvözlök érte. Amen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, e szentség vétele és az örökké való egy és oszthatatlan Szent Háromság megvallása szolgáljon testünk és lelkünk üdvösségére. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Amen.